A jóga ismertetése és népszerűsítése volt a cél a Magyari Zoltán Népfőiskolai Társaság által szervezett az Egészség Érték című képzési program soron következő előadásán. Bacsárdi József, a Tatai Áhi Jóga Egyesület vezetője az indiai mozgásformát mutatta be a megjelenteknek. A jógáról szólt, a jóga egészség hatásairól. Volt egy rövid jóga történelmi bemutatás, egy magyarországi kezdeti bemutatás, és a napjaink jógája, hogy igazából miért is jó az a jóga, és hogy kiknek érdemes végezni. Hát kifejtettem azt, hogy gyakorlatilag mindenki számára hasznos a jóga, mert felfrissít, regenerál, erősíti az immunrendszert, az öregedést gátolja, lenyugtat, a meditáció elősegíti a stresszmentességet, szóval egy teljes karbantartást nyújt a jóga, minden napunk életébe be kéne ezt így vezetni. Az előadás sikere biztos az előadó személyétől függ, hogy az, ő hogyan tudja előadni azt anyagot, hogy mennyire hiteles, illetve azok a közönség mennyire vevő erre a előadásra, de úgy gondolom, hogy a legjobb az, hogyha gyakorlati életbe kipróbálja, mert az a tapasztalat az, ami számunkra bizonyítja azt, hogy ez nagyon jó dolog, ez a jóga rendszer. Jó pára jöttek oda, és voltak érdeklődők, úgyhogy én úgy gondolom, hogy ennek pozitív hatása van mindenképpen, hisz lehetőséget kaptunk arra a Magyari Zoltán Népfős Társaság keretében belül is, hogy ezt a programot mi is részt vegyünk ebbe, és hát sokan meghallgatták, a visszajelzésekből jó páran hallottuk, hogy ez nagyon jó, hisz a jóga csak jó lehet, hogyha jól csináljuk. Én úgy gondolom, hogy hát több dolgot ki kell próbálni az életbe, és akkor elmegy az egyik helyre, a másik helyre, és megtapasztalja. Tapasztalatot kell szerezni, az, hogy melyik a jó. Én úgy gondolom, a mi jogánk jó, hisz elég sokan járnak hozzánk, illetve foglalkozunk sérültekkel is, meg fiatalokkal, idősekkel is, és egyre nagyobb a tábora nekünk ennek a jóga rendszernek, amit mi csinálunk, képviselünk.